Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Buda Kalász Ma hírmagazint látják. Nézzük, hogy mik lesznek mai kiemelt híreink. Média találkozó. Visegrádon gyűltek össze a sajtó képviselői a 3. Kárpát-medencei magyar média találkozón. Idősek adventje, bronzvasárnap együtt hangolódtak a karácsonyra, városunk idősebb lakói, és Cuki Presszó évvégi koncertjére készül a zenekar Üdvözletek karácsony előtt címmel. A budakalászi szerb Rozmarink táncegyüttes elnökének kérésére a TV Budakalász szerkesztősége helyreigazította Lávinger Ildikó polgármester jelölttel készült interjúnkban látható azon részeket, amelyeken a tánccsoport tagjai szerepelnek. A kérésnek eleget téve a kulturális rendezvényen készült archív felvételeink azon részeit, melyeken a szerb Rozmarink táncegyüttes tagjai láthatóak, szerkesztőségünk a továbbiakban nem használja politikai tartalmú riportok képi megjelenítéséhez. Híradónk kollégái elnézést kérnek az érintettektől. Megtartották a 3. Kárpát-medencei magyar média találkozót Visegrádon. A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Magyar Nemzeti Média Szövetség szervezésében. A konferencia arra kereste a választ, milyen eszközökkel képesek válaszolni a magyar sajtótermékek korunk kihívásaira, nemzeti értékeink figyelembevételével. A szakmai találkozóra a határon innen és túl tevékenykedő média szakembereket várták. A nemzeti érdekek nyilvánosság előtti képviseletéről, a magyar média helyzetéről és a külhoni utánpótlás nevelésről is hallhattak előadásokat a sajtó képviselői a 3. Kárpát-medencei magyar média találkozón Visegrádon. A december 8-a és 10-e között megrendezett konferencia megnyitóján dr. Tuzson Bence, igazságügyi miniszter, közös célként fogalmazta meg a valóság közlését minőségi kommunikációval. Létrejött a nemzetegyesítés. Persze ez egy hosszú folyamat, amin nagyon sokat kell dolgoznunk. Sokat kell dolgoznunk a média területén is, és ezt azért is mondom, mert a média egy hihetetlenül gyorsan változó világ. Annak idején egy Gutenberg világban éltünk, ma pedig már egy Zuckerberg világban vagyunk, és talán valamikor egyszer Gutenbergnek és Zuckerbergnek a nevét együtt fogják emlegetni, hiszen két komoly változás hozott ez a két név. A legnehezebb ebben a világban, hogy a lényegest a lényegtelentől és a valóst a valótlantól hogyan lehet elhatárolni. Mit tudunk tenni? Köszöntőjében dr. Vitályos Eszter, térségünk országgyűlési képviselője, az átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség legfontosabb célkitűzéseire mutatott rá. Odafigyelés, támogatás, emberség. Amióta a Pilis-Dunakanyar választókerületi elnöke lettem, azóta ezt a három vezérlő elvet tűztük magunk és a közösségeink elé, és ez a három vezérlő elv segít bennünket abban, hogy a mindennapi küzdelmeinkben is megtaláljuk a szépséget és az örömöket. Ehhez a munkához hoztuk létre az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetséget. A szövetségünk összefogja és támogatja a térségünk önkormányzatait, vállalkozásokat, a civil szervezeteket, a kisközösségeket, nemzetiségi és hagyományőrző csoportokat, valamint minden lokál patrióta polgárát azzal a céllal, hogy Magyarország egyik legcsodálatosabb tájegysége, és az itt élők valóban a föld és hazánk szíve motorja lehessenek. Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár beszédében hangsúlyozta, a nemzet egységét már 15. éve építik, aminek fontos része az összetartása a külhoni magyar média szakemberekkel. Fontosnak tartjuk azt, hogy olyan hálózatokat hozzunk létre, amely hálózatok majd önmaguktól is tudnak működni, és egyfajta indukátorként, motorként a kormány részéről segítjük a hálózatoknak a létrejöttét, segítjük talán a működését, de minél kevesebb erőkifejtést, illetve energiát beletéve azt szeretnénk, hogyha ezek a hálózatok tovább tudnának működni, és önálló lábra állva is a Kárpát-medencében megállnák a helyüket. A Magyar Nemzeti Média Szövetség elnöke, Tóth Holló Tamás kiemelte, a résztvevők nem csak a politikai aktorok gondolatait ismerhetik meg, de egymást is, hiszen a szakmai találkozó érdekközösséget teremt. Mi egy család vagyunk, egy szakma vagyunk,
összenevetünk, összeröhögünk egymás pálinkáját, megkóstoljuk, és jól érezzük magunkat együtt, de nem tudjuk a sok-sok jó hangulatú diskurzus közben nem a magunk dolgait egyengetni. Én nagyon szeretem a köztes részeket ezeken a konferenciákon. Persze, minden panelbeszélgetést, minden előadást meghallgatok, de a világot ezen közben váltjuk meg. A harmadik Kárpát-medencei Magyar Média Találkozó részeként átadták a média szakembereket elismerő Kosztolányi díjat is. A Magyar Nemzeti Média Szövetség által alapított kitüntetést idén Molnár Judit, a felvidéki Ma Hét média család főszerkesztője vehette át. Már csak két alkalommal vásárolhatunk a mentáskertben a téli szünet előtt, tájékoztatnak városunk hivatalos honlapján. Csütörtökön 14 órától nyit a mentáskert piac, ahol a karácsonyi menühöz a környék termelőitől szerezhetik be a hozzávalókat. A töltött káposztához vecsési savanyú káposztát vásárolhatnak, vagy helyben frissen gyalulva is kérhetik a sültek melléköretként. Kapható lesz még füstölt hús, egész kacsa, friss tejföl, tojás és tej is a termelőktől. A mézes kalácshoz kiváló minőségű termelői mézet szerezhetnek be, valamint mogyoró, kesudió, mandula és aszalgyümölcsök széles kínálatából díszíthetik, házi lekvárokkal ízesíthetik a karácsonyi süteményeket. Régi slágerekkel ünnepelték az idősek karácsonyát Budakalászon a sportcsarnokban vasárnap délután. A több éves hagyományokra visszatekintő rendezvényt idén is több szervezet, helyi vállalkozás támogatta. Minden évben odafigyel a budakalászi önkormányzat arra, hogy közös, meghitt karácsonyban legyen részük a városban élőknek. Az időseknek külön ünnepséget rendeznek minden évben a településen, ahol műsorral, beszélgetéssel, uzsonnával várják a résztvevőket. Idén a meghívott előadó művész Solymos Tóni volt. A karácsonyi ünnepségen az előadó is jól érezte magát, aki az első percben a szívébe zárta a közönséget. Idős közönség volt, és egy ilyen karácsonyi buli volt az időseknek. Fantasztikus hangulat volt. Mikor bejöttem, mindjárt mondtam, Nati, az én közönségem vagytok, együtt voltunk fiatalok, aztán együtt öregedtünk meg, de nem nagyon, csak egy kicsit. A gyerekek jobban megöregednek, mint mi. És hát akinek a lelke fiatal, az úgyis fiatal marad mindig. Hát a dalok az meg jöttek velünk. Most már egy trióval visszük tovább az Express zenekari örökséget, mert a Nagy Express már nem dolgozik. A régen 6-tagú zenekar és óriási sikerek voltak, és a világot bejártuk vele. Most a legjobb dalokat kimazsoláztuk, és ezzel járjuk az országot. Rengeteg fellépésünk van, főleg ugye a nyár. Elindulunk egy ilyen turnéval, körülbelül olyan május 1-e körül. Hát a nőnap az egy külön dolog, azt márciusban azt mindig megünneplek mindenhol, és akkor megyünk. De igaziból május 1 és október végéig szoktunk játszani. Karácsony az mindenféleképpen a legfontosabb ugye a család, és a család szeretete, és a családi összetartás, összejövetel. A karácsonyban ez a lényeg. És nem beszélve arról, hogy hát a karácsonynak van ugye mi római katolikusok vagyunk a család, és ennek van egy ilyen meghitt, ilyen karácsonyi hangulata az egésznek, ugye éjféli mise meg. Szóval ez egy dolog, hogy az ember úgy egy kicsit akkor érzi, hogy úgy azért valami van fölöttünk, ami vigyáz ránk. Sokan dolgoztak a háttérben azért, hogy idén is maradandó élmény legyen a karácsonyi ünnepség. Engedjék meg, hogy egy pár embernek azért megköszönjem, hogy ez a mai este, mai délután létrejöhetett. Először is köszönjük a budakalászi önkormányzatnak, hogy támogatta, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. Köszönjük a sportcsarnoknak, hogy idén is befogadtak minket, és tényleg remek házigazdák voltak, és mindenben segítettek. Az énekesnek fontos a karácsony, az év legfontosabb ünnepe, így a családja mellett mindenkinek tolmácsolta jó kívánságait a kamerán keresztül. Az én karácsonyom az fantasztikus lesz, a családommal összejövünk, és a Bakonyban lakom, most már egy jó ideje, régen volt egy ilyen kis vadászháznak nevezett falusi házam, és azt most felújítottuk, és megcsináltuk. Végleg leköltöztem a nagyvárosból,
és a Bakonyban hull a hó, és hózik, és szóval óriási a hangulat, nagyon jó. A karácsony is ilyen lesz, hogy kint a kertben halászléfőzés, összejön a család, ünnepelünk, énekelünk, meg lesz az új dédunoka is, és hát én mindenkinek nagyon-nagyon boldog, áldott karácsonyt kívánok, és hát tényleg imádkozzon mindenki egy kicsit, hogy szép jövőnk legyen. Az ünnepségről készített bővebb összefoglalónkat pénteken a 19 óra 20 perctől kezdődő Kultúrcseppek című magazin műsorunkban láthatják. Rockzenei hangzással vegyített akusztikus előadásra készül az adventi időszakban a Cuki Presszó. Bár a közönségül a nézőtéren, az együttes szeretne igazi koncert hangulatot varázsolni fellépéseire. A vasárnapi eseményre egy különleges történetmeséléssel is készülnek a tagok, a szeretet ünnepére készülve. Az adventi időszakban eddig jellemző elcsendesülős akusztikus hangzást szeretné, ahogyan Kondella Krisztián fogalmazott, ütősebbre változtatni az együttes. Azt szeretném, hogyha ez egy ültetett koncert mindig, hogy ülve is legyen egy olyan érzés, mint amikor az ember rock koncerten van. Tehát mindig azt szeretem, amikor a lábdob egy kicsit így megnyomja a mellkast. Most ez egy ültetett koncerten általában nem annyira jellemző. Ezt szeretném kikísérletezni egy kicsit, hogy ezekkel a hangszerekkel, amit én játszom, például egy cajón, ami nem feltétlenül lábdob hangzást hoz, de nagyon közelít ahhoz, hogy hogyan tudjuk azt kicsavarni, azt a fajta mélyet, meg azt az egész érzetet, hogy ne legyen hangos, de mégis legyen egy olyan érzés, hogy egy koncerten van. A melankolikusabb, szomorúbb témákat is próbálja pozitív kicsengéssel előadni a zenekar. A koncerteken régi és új dalokat egyaránt játszik a Cuki zenekar. Lesznek olyan nóták, amit a legelső koncerten is játszottunk. És közben ugye az új lemez készül, most már amiket látnak a nézők a csatornákon, azoknak az kb. 6 nóta, amiből 6 videóklip is készül. Az együttes a kezdetektől törekszik a bensőséges hangulat megteremtésére. A zenekar budakalászi koncertjének a címe Üdvözletek karácsony előtt, amellyel a Szenteste méltó megünneplésére szeretnék felhívni a figyelmet. Közel 10 éve csináljuk itt a Faluháza mindig az évszáró koncertet, ahol próbálunk mindig egy kicsit többet, kicsit jobbat, mint az előző évi. Most ezt találtuk ki, hogy ilyen az összekötő szövegek helyett ilyen képeslapok lesznek felolvasva, amelyek egy bizonyos emberhez szólnak, a családtagjaik által írt üzenetek. A zenekarhoz a korábbi évekhez hasonlóan ismét csatlakoznak vendégzenészek. Szőlősi Lajos gitáron és Hozérej Perez pedig ütős hangszereken kíséri a csapatot. A nosztalgikus érzést az érzékeken keresztül közvetíti a banda. Ki az, ki a csapdában áll, az ki ott kint a létért zihál. Dal általában az csak úgy jön, valamikor egy mondatból, valamikor egy képből. És hogy azt mennyire tudjuk megfogalmazni, ami azon a képen van, vagy abból a mondatból elindul, ebből lesz egy dal. Aztán később ugye valami vázat összerakunk otthon, és abból aztán a próbán meg megszületik a kész száma. A terv az mindig az, hogy ezek megjelenjenek ezek a dalok, valahogy eljussanak az emberekhez. Ha most videóklip formájában, vagy mit tudom én, föltelteni olyan csatornákról meg lehet hallgatni. A Cuki Presszó zenekarral december 17-én vasárnap találkozhatnak az érdeklődők a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. Végül a várható időjárásról. Szerdán országszerte esős időre van kilátás, a déli tájakon kiadós mennyiségű csapadék várható. Nem lesz jelentős légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 3 és 10 fok között várható. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer röviden.
megtartották a harmadik Kárpát-medencei Magyar Média találkozót Visegrádon, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Magyar Nemzeti Média Szövetség szervezésében. Bronzvasárnap rendezték meg az idősek adventjét Budakalászon, idén Solymos Tóni volt a meghívott előadó művész. A Cuki Presszó zenekar különleges karácsonyi üdvözlettel lepi meg hallgatóit december 17-ei koncertjén. Ennyi volt már a Budakalász ma hírmagazin. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, maradjanak továbbra is itt a TV Budakalászon, hogyha tehetik, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazinműsorunk, amelyben a Szájebb Budakalász Carbonex Komlón Magyar Kupa mérkőzéséről láthatnak összeállítást. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. És megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessenek a legfontosabb hírekről és videókról, de letölthetik telefonos applikációnkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!